szabad akaratából írta alá. Kérem a kormányt, hogy több más európai országhoz hasonlóan fejezzük ki aggodalmunkat az Iránban folyó emberi jogok megsértése ügyében. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem, a kormány részéről kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra? Igen, megadom a szót kormány részéről Fónagy János államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Engedjék meg, hogy a külügyminiszter megbízásából ismertessem a kormány válaszát. A Magyar Külügyminisztérium kiemelt figyelemmel követi az iráni emberi jogi helyzetet. Magyarország az Európai Unióval egyetemben mélységes aggodalommal figyeli a 2009-es elnöki választásokat követően kialakult emberi jogi helyzetet, az emberi jogokkal történt súlyos visszaéléseket. Magyarország elítél minden faji, etnikai, vallási vagy egyéb alapú hátrányos megkülönböztetést. Az ENSZ közgyűlése minden évben megtárgyalja és határozatot fogad el az iráni emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Magyarország hagyományosan ebben az évben is társszerzőséget vállal és támogatja a Kanada által ebben a témában beterjesztendő határozati javaslatot, amely minden alkalommal külön kitér a bahái kisebbség helyzetére, elítélve a vallási kisebbség diszkriminálását. A bahái vallási vezetők több mint két éve húzódó, többször elhalasztott pere, annak lefolytatása mély aggodalommal töltött el Magyarországot. 2008 óta eljárás lefolytatása nélkül fogvatartott vallási vezetők jogai súlyosan sérültek, többek között a vádiratok megismerése a védőikkel való kapcsolattartás területén. A tárgyalás során független megfigyelők jelenlétét sem engedélyezték. A Magyar Külügyminisztérium emberi jogi nagykövetén keresztül folyamatosan kapcsolatban áll a bahái helyi képviselőkkel. Szabó Vilmos államtitkár 2009. október 12-én a Magyar Országgyűlésbe is elítélte az emberi jogokkal való visszaélés Iránba, és a bahái vezetők haladéktalan szabadon bocsátását kérte. A kémkedéssel, iszlám rendelleni propaganda tevékenységgel és illegális gazdasági szervezet létrehozásával vádolt vezetőkre 2010. júniusában 20 év letöltendő börtönbüntetést szabtak ki. A Magyar Külügyminisztérium örömmel fogadta a börtönbüntetés 10 évre történő csökkentésének hírét, melyben minden valószínűség szerint a nemzetközi közösség nyomásának is helye volt. Magyarország fenntartja ugyanakkor a korábban is megfogalmazott álláspontját, a vezetők azonnali szabadon bocsátása lenne az egyetlen megfelelő lezárása az ügynek. Farkas László, a Nemzetközi és Magyarországi Bahái Közösségi Külkapcsolati Munkacsoport tagja, a magyar emberi jogi nagykövetnek külön is megköszönte a Magyar Köztársaság kormányának és diplomatáinak, és elévülhetetlen szerepet a bahái vallási vezetők ügyében és továbbiakban is számít az együttműködésre. Magyarország minden releváns multilaterális fórumon az Európai Unió többi tagjával együtt egyértelművé teszi, hogy elítéli a jelenlegi iráni emberi jogi helyzetet, az emberi jogokkal való súlyos visszaéléseket. Magyarország helyi szinten is, teheráni nagykövetségen keresztül is aktívan részt vesz a helyi úgynevezett emberi jogi munkacsoport munkájában, melybe állandó figyelmet fordít a helyi eseményekre. Magyarország uniós elnöksége során az iráni emberi jogok figyelemmel kísérésében megkülönböztetett szerepe lesz figyelemmel arra, hogy helyi elnökséget ad Teheránra. Köszönöm a ház figyelmét. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Következő napirend utáni felszólalunk Farkas Gergely képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportból, Emlékezés a méltatlanul elfeledett íróka címmel. Képviselő úr, öné a szó, 5 perces időkeret. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt ház, engedjék meg, hogy mai elfeledett írónkra emlékező felszólalásomat egy idézettel kezdjem. Elégedj meg szerény életkörülményekkel. Légy zárkózott és alázatos. Ne tolakodj. A világ nagyjaitól tarts magad távol. Csak a jelentéktelen külső körülmények teszik lehetővé, hogy az ember gondolata a legmagasabbat elérje, és a föld minden fényén és dicsőségén túlemelkedjen. Légy vágytalan, közömbös és egykedvű. Táplálkozz azzal, amit a véletlen hoz eléd. Ne válogass, ne igyekezz megtartani semmit.
Gazdagság, szegénység, dicséret, megvetés, hadd jöjjön, úgy is elmúlik. Tisztelt képviselőtársaim! Az idézet egy olyan embertől származik, aki még életében megtiltotta az őt tisztelőknek, hogy felmagasztalásaként bármit elnevezzenek róla, őt emlegessék, dicsérjék. Kevés olyan szerény és mégis kifejezhetetlenül nagyszerű alakja van a magyar szellemi panteonnak, mint Hamvas Béla. És mert méltó rá, mégis beszélni kell róla és megemlékezni nagyszerűségéről, reméljük, mégiscsak megbocsátja nekünk. Az 1897-ben a felvidéki Eperjesen evangélikus értelmiségi családban született, a tradicionalista eszmeáramlathoz besorolható Hamvas nem csak hazánkban, de világviszonylatban is egyedülálló alakja a 20. századi gondolkodásnak. Hamvas Béla édesapja 1919. novemberében megtagadta a csehszlovák hűségesküt, ezért a családot kiutasították Pozsonyból és Budapestre költöztek. Hamvas itt elvégezte a magyar és német szakot, könyvtárosként dolgozott több mint két évtizedig, majd részt vett a háborúban. 1948-ban B-listázták és kényszernyugdíjazták. Ezután alkalmi munkából, rövidebb, hosszabb ideig tartó fizikai munkákból éldegélt, és közben, mint korábban is, szakadatlanul olvasott, írt, fordított. Hamvas Béla egy tisztán szellemi ember volt, aki eltűrte, hogy korának egyik legnagyobb gondolkodójaként, inotai és tiszapalkonyai kubikusként és raktárosként megalázza őt az az ország, amelyet mindennél jobban szeretett. Amikor a munkatársai esténként eljártak az építkezések végeztével lerészegedni a kocsmákba, a kirúgott, hallgatásra ítélt Hamvas a folyópartra ballagott és szanszkritül verseket írt. 1951-től 64-ig tartott ez az időszak az életében, amikor 12 nyelvet beszélő értelmiségiként végezte nap mint nap fizikai munkáját. Úgy gondolom, sokat elárul Hamvas Béla jelleméről önmagában ez a tény. Ilyen képességekkel nem lázadozik, nem méltatlankodik, hanem alázattal végzi a fizikai munkáját, majd pedig éjjel a könyvekbe feledkezik és alkot. Hangtalan és visszhangtalan maradt egészen a 80-as évek elejéig, ameddig művei csupán kéziratos vagy gépelt formában voltak hozzáférhetőek, és így jártak kézről kézre. Hogy ez megváltozott, és egyre ismertebbé vált Hamvas Béla szellemi öröksége, az nagyban köszönhető Dúl Antalnak, aki a hamvasi életmű kiváló ismerőjévé és közvetítőjévé vált. Az 1990-es évek elejétől kezdve rendszeresen tart előadásokat róla, és 1998 óta saját alapítású könyvkiadót is működtet, amely Hamvas Béla műveinek kiadására jött létre, és amely az életművel eddig 21 kötetet publikált. Többek között Hamvas Béla főművét, a Karnevált, melyet többen a világirodalom egyik legjobban sikerült regényeként tartanak számon. További kiemelkedő műveként tartják számon a Szilvesztert, az Öt géniuszt, vagy épp a Pátmoszt. Legismertebb műve pedig a Bor filozófiája, amely könyv, ahogy a bevezetőjében írja Hamvas, ima könyv az ateistáknak. Hamvas Bélára nehéz megfelelő jelzőt találni. Ő egyben író, filozófus, esszéista, gondolkodó, munkás ember, vagy épp borász. Az azonban biztos, hogy minden tiltakozás ellenére méltó arra, hogy szellemi teljesítménye és személyiségének egyedülálló volta példaként álljon a szellemi testpetségbe süllyedt Magyarország előtt. Szintén méltó lenne arra, hogy például legismertebb könyvtárunkat, ahol Hamvas 21 évig dolgozott, róla nevezzék el.